Az elmúlt öt év során az esküvő megszervezésével kapcsolatos szolgáltatások ára akár 40 kal is megugrott, ami arra ösztönzi a menyasszonyokat és vőlegényeket, hogy csökkentsék a meghívott vendégek számát az esküvőik során. Az Országos Statisztikai Intézet adatai alapján a különböző szolgáltatások, mint például az étkezési menü, a fotózás és a filmes utómunka átlagosan több mint 20 os dráguláson mentek keresztül. A zenei szolgáltatások és a dekoráció költségek még drasztikusabb, 40 os emelkedést mutatnak. A menü átlagos ára például a 2019-es 79 euróról 2023-ra 97 euróra nőtt, ami jelentős költségnövekedést jelent a párok számára. A statisztikák azt is mutatják, hogy az esküvők száma az elmúlt 5 évben csökkent, ami részben a megemelkedett költségeknek tulajdonítható. Emellett a házasságkötések átlagos időtartama 9 évre rúg, ami arra utal, hogy a párok sokáig együtt élnek, mielőtt elköteleznék magukat. Érdekes módon, miközben az esküvők száma csökken, az esküvői helyszínek száma viszont több mint 30 kal nőtt, elérve a 6200-as számot. Ez a tendencia arra utalhat, hogy a párok még mindig szeretnék megtartani az esküvői ceremóniákat, csak éppen tudatosabban választják meg, hol és kikkel ünnepelnek. Az új helyszínek sokfélesége lehetőséget ad arra, hogy a párok egyedi élményeket teremtsenek, amelyek igazodnak a saját stílusukhoz és költségvetésükhöz.